ez volt az a tipikus hangzás, ez a... Ez az ilyen mozi volt vala. Hallgatható, nagyon kortárs, nagyon modern hangszínbe, ami azt igazából egy riportban aztán le is írja, hogy ő a szaxofonnak ezt a tehet vastag hangzását akarta utánozni, és ő talált egy ilyen hangot, hogy... És aztán ez annyira etalon lett, ez a hangzás, hogy a mai napig igazából jazzorganista az mindenki azt szokták tudni, hogy Jimmy Smithnek a követője, mert egyszerűen nem lehet máshogy hozzányúlni, mert minden más mód az egy picit ezt gyengíti valahogy, ez egy annyira erős karaktere lett ennek a hangszernek, ez a hang. És aztán, hát ez az ilyen kicsit ilyen szakszokonszerű, ilyen szóló hang, de emellett ugye meg kell említeni a másik zongorista, Errol Garner, aki egyébként a nagyon-nagyon stabil bal kezéről híres. Gyakorlatilag szerintem valami agyi elváltozás biztosan volt annak az embernek az agyában, egy zseniről van szó, ugyanis gyakorlatilag a két keze, mintha két külön ember kezelni. Tehát egy teljesen más ritmikával együtt gondolkozik a dobbal és a bőgővel a bal keze, játszik egy ilyen nagyon tipikus ilyen négyezős bal kezet, és közben teljesen más time-ban, teljesen más világban dolgozik a jobb kezével. És ő, neki volt egy olyan stílusa a zongorán, hogy ilyen teli akkordokat játszik, és ebből lett egy... És ezt a stílust vette alapul Jimmy Smith, és ő csinált egy ilyen hangzást. Ez az a érdekessége ennek a játék stílusnak, hogy én nem az ujjaimmal ütöm, hanem így be van így hajlítva a kezem, és csak egy oktávot fogok. A közepén meg, ahova hullik a hang, ott. Ez a squabbling, vagy hát magyarul nincs is neve szegénynek. Ez a világ. Ez is egy nagyon fontos része lett aztán az orgona irodalomnak, és kész, és talán játszunk egy ilyen dalt, ami ezt a hangzást mutatja be. Thank you.
Thank you.